Például az én nagymamám, aki egy egyszerű parasztasszony volt Eger mellett, Andonnak táján, ő, hogyha valami fölhúzta magát, akkor mindig úgy káromkodott, hogy az íz egye meg. És nekem ez gyerekfejjel fura volt, mert hát ugye az íz meg az evés az úgy összefügg, de nem nagyon értettem, hogy hogyan ehet meg az íz valamit, hiszen az ételnek van íze, és mi szoktuk megenni az ízt. Na mindegy, ez nem állt össze a fejemben, de aztán később, mikor ennek utána olvastam, akkor azt találtam, hogy bizony az íz is egy nagyon régi pogány korból megmaradt szavunk, ami egyfelől megint csak egy betegséget okozó démon, betegséget okozó szellemet jelent, de a finnugor népeknél használják lélek jelentésben is, és ebben a formában is tovább ért a magyar nyelvben is, hiszen például abban a kifejezésben, hogy ízig-vérig, az íz az a lelket jelenti, a vér pedig a testet.